minden dicsősége, mint a mező virága. Megszárad a fű, és virága lehull, de az Úr beszéde megmarad örökké. Péter apostol első leveléből, 24. és 25. versel, az első fejezet 24. és 25. versével köszöntöm a testvéreket, új év estéjén vagy, másmilyen szilveszter estéjén. Napjai Isten kezében vannak ezek az évforduló alkalmával, talán végig gondolandó kérdéseink, és ma erre figyelünk, hogy múlik a kegyelem ideje. Mit jelent, hogy múlik az a bizonyos idő, ezt fogjuk ma végig gondolni a zsidókhoz írt levél egyetlen verse alapján. Szeretettel kérdettem a testvéreknek a következőket. A holnapi napon itt Bonyhádon tartunk 10 órakor Isten tiszteletet, amely úrvacsorai Isten tisztelet. Szeretnénk így kezdeni a 2020-as esztendőt. Január 5-én az év első vasárnapján, Hidason 8:30, Bonyhádon 10 órakor, Kismányokon pedig 11:30 órakor tartunk úrvacsorai Isten tiszteletet. Vízkereszt ünnepén, azaz január 6-án itt Bonyhádon lesz csak Isten tiszteletünk 10 órai kezdettel. Hirdetem, hogy január 4-én szombaton 3 órakor Kismányokon, január 6-án 10 órakor a bonyhádi Isten tiszteleten, január 7-én 3 órakor a gimnázium előtt koszorúzással, majd 3:30-tól a művelődési házban lesz a Málenki robotra elhurcoltakról megemlékezés. Ezekről az alkalmakra mindenkit hívunk és várunk. És végül útmutató napi ige kapható, ha valakinek még naptárra lenne szükség, akkor ezt megpróbáljuk még megrendelni. Isten áldása legyen a mostani Isten tiszteletünkön. Az Isten tiszteletet a 175-ös énekkel kezdjük meg, utána pedig majd az egyes számú liturgiához laposzunk. Wow.
az Atya, Fiú, Szentlélek nevében. Az én segítségem az Úrtól van, aki teremtette a mennyet és a földet. Az Úr megőriz téged minden rossztól, megőrzi a te lelked. Megőrzi az Úr a te kimeneteledet és bemeneteledet, mostantól mindörökké. Érgalmadat keresem, örök Isten, mert te voltál menedékem mindenkor. Bocsásd meg vétkeimet, és maradj velem kegyelmeddel az Úr Jézus Krisztusért. Amen. Dicsőség a magasságban Istennek, és a földön békesség, és az emberekhez jó akarat. Mindenható örök Isten, irányíts szívünket és gondolatainkat a te jó tetszésed szerint, hogy bőven teremjük a jó cselekedetek gyümölcseit szeretett fiad nevében, aki veled és a Szentlélekkel él és uralkodik örökkön örökké. Amen. Hazassuk meg a mai napra, új év estére, felolvasásul kijelölt igeszakaszokat, egyrészt az Ószövetségből Ézsaiás proféta könyvéből a 30. fejezet 8. versétől a 17. verséig,
majd a 174-es énekünk 5. verszakának eléneklése után hallgassuk meg az evangéliumot is Lukács evangéliumából. A 12. fejezet 35. versétől a 40. versig a következő. Most pedig menj, és írd fel a szemük látára egy táblára, jegyezd fel egy könyvbe, hogy megmaradjon mindvégig örökre szóló okmányként. Bizony engedetlen nép ez, hazug fiak. Fiak, akik nem akarnak hallgatni az Úr tanítására. Azt mondjátok a látóknak, ne lássatok. A látóknak pedig ne a valóságot lássátok. Mondjatok inkább ízelkő dolgokat, lássatok kedvünkre valókat. Térjetek le az útról, hagyjátok el a helyes ösvényt, hagyjatok békét nekünk Izrael szentjével. Ezért így szól Izrael szentje. Mivel megvetitek ezt az igét, zsarolásban és csalásban bíztok, ezekre támaszkodtok, azért úgy jártok bűnötökkel, mint a magas kőfal, ha megreped, és megdőlve leomlással fenyeget. Bármely pillanatban összedőlhet. Darabokra törik, mint az agyakkorsó, melyet kíméletlenül összetörtek úgy, hogy darabjai között nem lehet találni akkora cserepet, amivel a tűzhelyről parazsat lehetne venni, vagy a tócsából vizet lehetne meríteni. Mert így szól az én Uram, az Úr, Izrael szentje. A megtérés és a higgadság segítene rajtatok, a béke és a bizalom erőt adna nektek. De ti nem akarjátok, inkább ezt mondjátok. Nem úgy lesz az, hanem lóháton vártatok. Hát majd vártatok kell. Gyorsan akartok hajtani? Hát majd gyorsak lesznek üldözőitek. Egy ember fenyegetésére ezrével elfuttok, 5 ember fenyegetésére úgy elfuttok, hogy nem marad más belőletek, csak egy jelző pózna a helytető, és egy zászló út a harmadó. És ha éjfélkor, vagy ha éjfél után érkezik is meg, és virasztva találja őket, boldogok azok a szolgák. Gondoljatok arra, ha tudná a házura, hogy melyik órában jön a tolvaj, nem hagyná, hogy betörjön a házába. Ti is legyetek készen, mert abban az órában jön el az emberfia, amelyikben nem is gondoljátok. Boldogok, akik hallgatják és megtartják Isten beszédét. Magasztaljuk a Szent Háromság, egyik az Isten, mondjuk el együtt az apostoli hitvallást. Hiszek egy Istenben, mindenható Atyában, mennek és földnek teremtőjében. És Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, a mi Urunkban, aki fogantatott Szentlélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és feltemették. Alászállt a poklokra. Harmadnapon feltámadta halottak közül, fölment a mennybe, ott ül a mindenható Atyaisten jobbján, onnan jön el ítélni élőket és holtakat. Hiszek Szent Életben, hiszem az egyetemes Anya Szent Egyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test feltámadását és az örök életet. Amen. Az ige hirdetésre készülve a 176-os éneket keressük meg, 176-os éneket énekeljük.
Kegyelem néktek és békesség Istentől, ami atyánktól, és az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Hallgassuk meg azt az egyetlen ige verset, melyet megírva találunk a zsidókhoz írt levél 13. fejezetében, a 14. versben, a következő. Mert nincsen itt maradandó városunk, hanem az eljövendőt keressük. Amen. Keresztény gyülekezet, szeretett testvéreim az Úr Jézus Krisztusban, azt gondolom, hogy minden egyes óév estéjén nem lehet kikerülni a hálaadást. Hálát adunk mindazért, ami mögöttünk van. Hálát adunk az elmúlt év minden egyes napjáért, örömökért, sikerekért, küzdelmekért. Azt gondolom, hogy mindannyiunknak a saját életében bizonyára annyi minden történt, annyi féle érzés kavaroghatott bennünk az év különböző eseményeihez kapcsolódóan, hogy érdemes ilyenkor az év végén megállni egy kicsit és végig gondolni, hogy hogyan is értük meg ezt a mögöttünk álló esztendőt. És talán így gondolhatjuk végig azt is, hogy hogyan volt jelen az Isten az életünkben. Hogy hogyan volt akkor ott, amikor örültünk, boldogok voltunk. És hogyan volt akkor is ott, amikor próbatétellel látogatott meg bennünket. Ezek azok a dolgok, amelyeket érdemes ilyenkor az év utolsó napján számba venni. És talán az ember kicsit tanulhat is abból, értékelheti mindazt, ami vele történt, és talán úgy indulhat el valami újba, hogyha ezeket már egy kicsit végig gondolva leülepítette magába. A mai alkalommal egy olyan igevers áll előttünk, ami egy picit abba vezet be bennünket, hogy mi az, amihez ragaszkodunk. Nem tudom, hogy ki az, aki költözött már, vagy lomtalanított már. Olyan dolgoktól kell megszabadulnunk, amelyek mindenképpen, hát talán már nem is fér be a következő helyszínre, de mindenképpen úgy érezzük, hogy nagyon nehéz eldönteni, hogy most akkor mi legyen vele. Megtartsuk, vagy ne tartsuk meg. Az ember ilyen helyzetben sokat gondolkodik. Vannak dolgok, amelyekről nagyon könnyen és gyorsan el tudja dönteni, hogy erre már nincs szükségem. De vannak olyan dolgok, amelyekhez így érzelmileg ragaszkodunk. Ilyen például nálunk egy olyan bútorzat, amelyet még valamikor dédnagyszüleim használtak, és házasságunk egy bizonyos évében otthonjára Békés Csabán találtunk rá részben az istállóban. Egy épületet kellett felszámolni, és amikor ezt megláttuk, akkor hirtelen megláttuk benne azt, amire nekünk igenis szükségünk. Hogy aztán ennek a bútornak mi lesz a sorsa, nem tudom. A gyerekeim vajon tovább fogják-e ugyanúgy értékelni, vinni, mint ahogy én vagy a családunk értékelte, és megőrizte ezt a bútort, nem tudom. De biztos vagyok benne, hogy különböző dolgokhoz így szoktunk ragaszkodni. És persze vannak olyan események, történések is, amelyekhez úgy szívesen ragaszkodunk, szívesen időzünk szinte abban a megélt eseményben. Visszagondolunk régi dolgokra. Milyen volt régen? Milyen volt az, amikor teljesen más érzéssel éltem meg? És minthogyha az időt próbálnánk megragadni, kicsit így megállítani, kicsit így fixálni, amit persze tudunk, hogy nem lehet. És ilyenkor év végén megint csak végig gondolhatjuk azt, hogy vajon mi az, amit magunkkal tudunk vinni abból az elmúltból, abból a régiből, és mi az, amit el kell engednünk. Nagyon érdekes, ahogyan a tér az különböző dimenzióknak egyik része az idő. A
másik része pedig a tér. És érdekes, hogy ehhez a térhez is mennyire ragaszkodunk. A mai világban, amelyben főleg fiatalok igen mobilisak, ha úgy van, akár a munkához kapcsolódóan is mozdulnak, mennek különböző helyszínekre, most azt gondolom, hogy vagyunk jó páran olyanok, akik pedig próbálunk ahhoz a térhez, ahhoz a megszokott környezethez ragaszkodni, ami körülvesz bennünket. És nehezen mozdulunk. Nehezen lépünk ki abból a térből. Tudom, hogy voltak olyan emberek, talán ma is él egy-kettő közülük, akik nagyon nem is mentek ki a falujuk határába. Ma már teljesen természetszerű, hogy az ember indul, megy, és próbálja felfedezni a világ különböző területeit. Ebben a bizonyos térben, amelyben élünk, egyre inkább mozgunk, egyre inkább mobilisak vagyunk. Az a mondat, amelyet felolvastam, a zsidókhoz írt levélben, olyan zsidó keresztjéneknek szól, akik próbálnak ragaszkodni a régihez. Próbálnak ragaszkodni régi, megszokott hagyományokhoz. És talán így gondolnak arra a városra is, ami számukra a szent város, Jeruzsálem városa. Aki olvassa, vagy olvasta Salamon templom szentelési imádságát, az tudja, hogy Salamon már ebben az imádságban is leírja azt, hogyha valaki nem tud eljutni Jeruzsálembe, akkor legalább forduljon a város felé. Akkor legalább forduljon a templom irányába. És úgy imádkozzék Istenhez. Dániel próféta könyvéből olvashatjuk azt, amikor magát a prófétát, Dánielt próbálják meg, hogy így fogalmazzak, elveszejteni, hiszen Dániel folyamatosan úgy imádkozik, hogy Jeruzsálem felé fordul. Nos, a zsidókhoz írt levél szerzője pontosan arról a szertartásról, pontosan arról az áldozat bemutatásról és a templom helyéről beszél, amikor azt mondja, hogy Krisztus a városon kívül áldozták föl. És tulajdonképpen ezzel már Krisztus a szenvedésében, áldozatában is valahogyan túllépett azon, hogy csupán a templom legyen az, amit mi az Isten szent helyének gondolunk. De nem csak így gondolhatunk erre a mondatra, nincsen itt maradandó városunk, hanem akár úgy is, mint akik itt bonyhádiként emlékeztünk azokra, akiket innen elűztek. Az az emléktábla, ami ott áll a templom bejáratánál, és emlékezik azokra, akiket szülőföldjükről, anyanyelvük miatt innen Bonyhádról elűztek, ugyanezt az igeverset idézi. Nincsen itt maradandó városunk. És hirtelen óév estéjén azt látjuk, hogy tulajdonképpen minden, amihez mi ragaszkodnánk, legyen a tárgy, legyen az idő, legyen az helyszín, elmúlik. És igen, így van, ez a világ forog, ez a világ megy a maga útján. És rá kell döbbennünk, hogy elmúlnak dolgok. És minden, amihez ragaszkodnánk, minden, amihez úgy gondolnánk, hogy fontos az életben, rá kell jöjjünk, egy idő után, mint a homokszem, kipereg a kezünkből. Nem azt akarom mondani ezzel, hogy ne lenne fontos és értékes, ami körülvesz bennünket itt a világban. Nem azt akarom mondani, hogy ne lehetnének számunkra kedves tárgyak, vagy ne lehetnének olyan helyszínek, városok, falvak, amik közel állnak a szívünk. Csak ez a mai nap figyelmeztet bennünket arra, hogy sem az idő, sem a tér nem marad meg úgy, ahogyan mi azt talán sokszor szeretnénk. Elmúlnak ezek a dolgok. És valóban így van,
hogy mindannyiunknak látnunk kell keresztényként. Hogy bár ez a világ mozog, bár ez a világ megy a maga útján előre, és újra és újra megérjük a mulandóságot, újra és újra megérjük azt, hogy minden változik. De van, ami ebben a változó világban mégis állandó. Maradandó. De ez nem az, amiről mi sokszor azt gondoljuk. Ami állandó és maradandó, az tulajdonképpen Krisztus. Ami állandó és maradandó, mindaz, amire ő felhívja a figyelmünket, amire fel szeretné nyitni a szemünket. És ez az, ami eljövendő. Ez az, amire várunk. Ez az, ami előttünk van. És ezt a jövőt akarja a zsidókhoz írt levél szerzője is megmutatni azoknak a zsidó keresztényeknek, akik ilyen régi dolgokhoz ragaszkodtak. Krisztusban számunkra már igazából egyetlen egy dolog fontos. Egyetlen egy dolog az, ami igazán számít. És ez az, amire várunk. Az az ország, amelyről Krisztus tanított, az az ország, Isten országa, amely közöttünk van, az ő szavaiban, és az az ország, amely bizonyos értelemben majd eljön. Nem tudjuk mikor, ahogy az evangéliumban is hallottuk Krisztus tanítását, mint a tolvaj váratlan módon lép be ebbe a világba, mégis hisszük, valljuk, hogy eljön. És ez az, ami számít. Ez az, ami életünkben valamiféle biztos fogódzó. Ez az, amire építhetünk. Ebben a világban, ahogy mondtam, minden változik. Szinte kapkodjuk a fejünket. Gyermekeink hova indulnak el? Azok a dolgok, amelyeket úgy megszoktunk, hogyan változnak? Azok az értékek, amelyeket mi fontosnak tartottunk, talán hogyan változik és hogyan formálódik a mai világ? Mégis biztosak lehetünk abban, hogy van olyan, ami megmaradt. Van olyan, ami állandó. Van olyan, amelyet sem tér, sem idő nem tud megváltoztatni. És így fogalmaz a zsidókhoz írt levél szerzője a felolvasott igeszakaszunk előtt a 8. versben. Jézus Krisztus tegnap és ma és mindörökké ugyanaz. Ez az, ami mindannyiunk számára biztos pontot jelenthet. Egy ilyen változó világban. Ez az, ami miatt hálát adhatunk minden napért, ami mögöttünk van. És ez az, amiért reménységgel nézhetünk előre. Reménységgel nézhetünk a holnap felé. Jézus Krisztus tegnap és ma és mindörökké ugyanaz. Akkor, amikor majd elővesszük azokat a tárgyakat, amelyek kedvesek és értékesek számunkra, akkor, amikor majd belegondolunk, hogy mi lesz azzal a házzal, azzal a lakással, ahol én talán az egész életemet leértem, akkor, amikor végig gondoljuk, hogy mi minden, ami nekem fontos volt, mi minden fog megváltozni ez talán a gyerekem, unokám korában, akkor mindig gondoljuk arra, hogy számunkra is lesz, ami állandó lesz. Méghozzá az a Krisztus, aki itt van, jelen van közöttünk. Ó év estéjén, adjunk hálát mindazért, hát, ami mögöttünk van, de keressük azt, ami maradandó, ami állandó, ami térben és időben is megmarad. Jézus Krisztust, aki mindannyiunk számára a jövő. Így áldjon meg bennünket szilveszter estéjét is a mi Urunk, és így adja, hogy amikor visszatekintünk, és majd holnap előre tekintünk, akkor ő legyen az, akiből kiindulunk, és akihez majd megérkezünk.
Amen. Könyörgjünk. Örök Isten, mennyei édesatyám! Az úresztendő utolsó óráiban hálával magasztalunk minden tőled kapott testi-lelki ajándékért. És bár méltatlanok vagyunk kegyelmedre, mégis bizalommal könyörgünk hozzá. Könyörgünk mindazokért, akiket ebben az esztendőben veszteség és szomorúság ért, akik szerettüket veszítették el, akiknek szívére most a gyászterhe nehezedik, akik bármilyen csapás miatt veszítették el otthonukat, akik kenyérkeresek nélkül maradtak, akik egészségüket veszítették el, akiket elhagytak, akik elhibázták életüket, vagy akiket mások felelőtlensége sodort kilátástól a helyzetbe. Könyörülj rajtuk, atyai szereteteddel. Könyörgünk szeretetre éhező testvéreinkért, a betegekért, a megfáradtakért, a szomorkodókért és azokért, akik keresték a hozzád vezető utat, de még nem találtak rá. Könyörgünk a bűneik fogságában vergődőkért, és azokért, akiknek fájdalmat okoztak vétkükkel. Könyörgünk az örvendezőkért, az életükben, hivatásukban sikeresekért. Nyisd meg szívükben a minden tiszta örömöt megszentelő hála forrását. Könyörgünk az erősekért, hogy mindig emlékezzenek rá, erejüket neked köszönhetik. Könyörgünk azokért, akiknek hatalmuk van mások fölött. Őrizd meg őket a felelőtlen döntésektől, a részrehajlástól, az igazságtalan személyválogatástól, a hatalommal való visszaélés minden kísértésétől. Könyörülj rajtuk atyai szeretetettel. Könyörgünk egyházadért, amely a szeretetben gyakorta erőtlen volt, és a véget érő esztendőben is sokaknak maradt adósa az evangéliummal. Attól, hogy ezért ne mások felelősségét kutassuk, hanem láttasd meg velünk azokat az alkalmakat és lehetőségeket, amelyeket mi magunk mulasztottunk el. Indíts bennünket igaz bűnbánatra, de mutasd meg nekünk bűnbocsátó irgalmat, gazdagságát. Könyörülj rajtunk, atyai szeretetettel. Könyörgünk a világért, hazánkért, ezért a városért. Köszönjük, hogy mindeddig irgalmat hordozta az emberiséget, és a bűnei miatt nem is hagytad egészen büntetés nélkül, kegyelmed mindig határt szabott haragodnak. Kérünk, adj még kegyelmi időt, hogy teljesüljön akaratod, és minden ember hozzád térjen. Megismeri az igazságot, és üdvözüljön. Könyörülj mindnyájunkon, atyai szeretetettel. Hallgass meg minket, Urunk, amikor nyugtalan szívünk benned keres békességet. Vezess mindnyájunkat a múló időben az örök élet felé, és add meg nekünk az üdvösséget, amelyet országodban készítettél a téged szeretőknek. Szent fiad, ami Urunk, Jézus Krisztus által, akinek tanítása szerint együtt még így imádkozunk. Mi, Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne védj minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség, mind örökké. Amen. Végezetül vegyük Isten áldását, és áldás után pedig fennállva marad a énekeinkkel a magyar vezetőben. Isten népe, az Úr áldjon meg, és őrizzen meg téged. Az Úr ragyogtassa az ő arcát, te reád, és könyörüljön rajtad.
Az Úr fordíts az ő arcát te feléd, és adjon te néked békességet. Erős felelésnek.